Tisztelt emlékező közönség! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat az aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepségünkön. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben városunk polgármesterét Papp Gábor urat és a képviselőtestület tagjait. Felkérem Papp Gábor polgármester urat, mondja el ünnepi köszöntését. Tisztelt emlékezők! 1848-49 a forradalom és az azt követő szabadságharc kiemelkedő eseményei mindannyiunk számára ismertek. Még a legkisebbek is hallottak már minden bizonnyal a kor dicső tetteiről, a csodás 48-as március napokról, a hazánkat, szabadságunkat védeni kész honvédekről, hadvezérekről. És ki ne hallott volna már a szabadságharc leverését követő iszonyú, véres megtorlásokról. Amikor a Görgei Artúr honvédtábornok vezette fel Dunai hadtes, Paszkievics főherceg az orosz erők főparancsnok előtt letette a fegyvert világosnál 1849. augusztus 13-án, Ferenc József az alábbi utasítást adta Hajnaú táborszernök számára. A legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben, sok fejnek kell lehullnia, mint a kiemelkedő mátfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol. És a sok fej hullott. Az első fejek Aradon, az aradi várbörtön udvarán hullottak le. 13 hadvezér szenvedett vértanú halált 1849. október 6-án. Rájuk emlékezünk ma, előttük tisztelgünk, és mindazon katonák előtt, akik voltak elég bátrak, küzdeni az önkény, az eltiprás, a magyar nemzet elnyomása ellen, és voltak elég bátrak ahhoz, hogy szembenézzenek a halállal is. 1849. október 6-án Hajnaú rendelkezése nyomán, hajnali fél hatkor a 4 golyó általi halálra ítélt tisztet, Lázár Vilmost, Dessefi Arisztrédet, Kis Ernőt és Vejdel Józsefet végezték ki először. Utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. A sort 6 órakor Pöltenberg Ernő nyitotta meg, őt pedig Török Ignác, Váner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leininger Westenburg Károly gróf, Aulik Lajos, majd Damjanics János követte. Utolsóként Vécsei Károly grófra került a sor. Ugyanezen a lapon végezték ki a pesti új épület udvarán Battyány Lajos grófot, az első független magyar kormány elnökét. Tisztelt egybegyűltek! Aradi vértanúként a köztudat 13 főtisztet tart számon, de valójában többen voltak. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további honvédtiszteket végeztek ki. 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát, őt nevezhetjük az első aradi vértanúnak. A 13 tábornok kivégzését követően pedig 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát ítélték halálra és végezték ki. Ő a 15. aradi vértanunk. Tisztelt megemlékezők! Az Aradon kivégzettek előtt ma már minden évben emléknappal tiszteleketünk az iskolákban, tanítják a tábornok nevét, életútjukra a diákok előadásokat tarthatnak, vállalhatnak, de nem mindig volt ez így. 1867-ig, a kiegyezés évéig tilos volt még a nevüket is kiejteni, megemlékezni róluk, csak titokban lehetett. Szájhagyomány útján, versekben, népdalokban, rejtett utalásokkal terjedt a vértanúk története, pásztorbotok titokzatos faragásai őrizték a vértanú haltak nevének monogramjait, karperecekbe hímezték, fonták, vésték bele a kezdőbetüket. A szájhagyományban különösen a kivégzésekkel kapcsolatban keringtek történetek. Érdekes volt számomra egy tanulmányt olvasni arról, hogy például még 1948-ban is meséltek öregek,
az aradi Várbörtön udvarán történtekről. A feljegyzések szerint a 82 éves Halász János így mesélte el, hogy kis Ernőt vállon találta a golyó, hát térdre bukott, aztán egy katona odarohant, és egészen a fülébe dugta a puskát, úgy lütte le. A szerb származású Damjanics János lábtörése miatt parasztszekéren vitték a vesztőhelyre, aki a kocsin végig szivarozott. Utolsó előttinek végezték ki, és Balog Mihály, kertai lakos Veszprém megyében úgy mondta el 1947-ben, a hóhérját külön figyelmeztette. Vigyázz, fattyú, föl ne borzolt a szakállamat, aztán megölelte a fát, vers is van rula. Odalép az akasztófa közelébe, megöleli, megcsókolja keservibe, Isten hozzád szabadságon keresztfája, érted halok meg, hazámért, nem hiába. A gyűjtők azt is feljegyezték, hogy az ország különböző helyein, itt Zala megyében, Szabolcs-Szatmárban és a Bács-Kiskun megyei Mélykuton is, a lakodalmakban éjfélkor, tambura zenekari kísérettel közösen énekelték ezt a dalt. Hogy miért élt a népi emlékezetben egy évszázad múltán is ilyen élénken az aradiak sorsa? Mert ezek, a vértanú halált halt emberek, a legnemesebb eszméket képviselték, és ezekért a halált is vállalták. A magyar önállóságért, a magyar nép életében maradásáért küzdöttek, pedig tudták, hogy amit tesznek, nyílt lázadás a fennálló rendszer ellen, és a küldetésük nem jár sikerrel, a biztos halál vár rájuk. Ez nemesítette, emelte őket mindenki fölé, és az emberek irántuk érzett végtelen hálája, tisztelete és köszönete őrizte és őrzi ma is emléküket. Számos országról tudunk most is, ahol a szabadságukért, az életben maradásukért, az eddig kivívott jogaik megtartásáért harcolnak és halnak meg emberek. És nekünk, magyaroknak is, igaz szerencsére nem fegyverrel, de folyamatosan küzdenünk kell azért, hogy az általunk képviselt értékeket, nemzeti, keresztény, konzervatív hagyományainkat, eszméinket megtartsuk és tiszteletben tartsuk más nemzetek előtt is. Furcsa, hogy ilyesmire kényszerülünk, de ebben a szabados, túlzottan nyitott, szabad erdő világban csak így állhatunk ki értékeink mellett, és ki kell állnunk mellettük, ahogyan tették elődeink is. Kitartásuk, acélos akaratuk, küzdeni tudásuk álljon példaként előttünk a mai küzdelmekben is. Hitük adjon hitet és erőt nekünk, utódainknak is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen polgármester úr ünnepi gondolatait. Tisztelt vendégeink! Kérem, fogadják most nagy szeretettel a Hévízi I. és Gyula Általános Iskola és Művészeti Iskola növendékeinek ünnepi műsorát. Felkészítő tanárok: Kepli Melioris Andrea, Szekeres Barbara, Holcerné Szabó Ágnes, Kovácsné Illés Bernadett, Balázs Árpádné. Közreműködik Farkis Béla. A műsor szervezésében nyújtott segítségét külön szeretném megköszönni Ferge Réka Zsuzsa tanárnőnek. Október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 volt katonai vezetőjét. Mártír haláluk annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a jelképévé vált, amelyet a magyar nép a nemzeti függetlenségéért, a társadalmi haladásért folytatott. Lehajtom fejemet a hősök emlékére.
császár Vilmos. Aulik Lajos. Damjanics János. Dezsőfi Arisztid. Kis Ernő. Knézics Károly. Láner György. Leiningen-Westenburg Károly. Nagy Sándor József. Pöltenberg Ernő. Schweidel József. Török Ignác. Vécsei Károly. Szabadságharcunk letűnt napvilága, te vakító nap a század delén. Nem pazaroltad sugarat hiába, bár vaksötétbe halt az égi fény. Eszméiden nem győzött az enyészet, örökbe hagytad halhatatlan részet. Fényeddel fényt hint késő századokra a 13 vértanú alakja. És ők élni fognak, élni mindörökkön. Szent lesz, örökké szent a sírgödör, amíg az eszmény ki nem hal e földön, míg magyar szellem még magasba tör. Az igét, melyet élted áldozának, szívébe írták az egész hazának. Utoltól fogja az utót tanulni, hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni. A hadbíróság ítéletét meghozta. Ítélet, melyet a magas császári királyi hadsereg főparancsnokság a magyar lázadó hadsereg vezérei ügyében egyhangulag hozott. A vádlott urak a velük szemben folytatott hadbírósági vizsgálat során a megállapított tényállást elismerték, hogy ellentétben a császári királyi hadseregbe való belépésükkor tett esküjükkel a magyar forradalmi hadsereg soraiban szolgáltak. Ezért minden ingó és ingatlan vagyonuk elvesztése mellett golyó, illetve kötéleteli halállal büntetendők. Kegyelmet kérünk az elítélteknek! Istennél a kegyelem! Ezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt. A felhőben nagyobb simul, talán Batthyány van, s lenéz magyar rád, s mutatván ezt a rémhet, az súgja halkan. Ne feledd októbernek hatodikát. Megértették a vádlottak az ítéletet? Megértettük! Éljen a haza! Éljen a haza! Csendet, rendet! Majd meglátjuk, uraim, milyen lelkesek lesznek a bitófa alatt. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. A nagy napon, hol békeleng, s búzsbitokra nagy hittel nézzetek. Hittel reménnyel, mert most kél a nap, minden napoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek minden sugarak. Hisz onnan árad új világ felett, szent háromságunk a jövőt teremt. Szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitér. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad prédája. Becstelen. Testvériség, mely átvilágokon, kéz fog a kézbe, hisz mind, mind rokon. Ó magyarok, ti élő magyarok! A halhatatlan élet úgy ragyog rátok, mely égbe lobogon, igazság leng lobogótokon.
az igazság, mely tegnap még halott, világbírájaként most föltámadott. A népek szent szövetségébe ti úgy lépjetek, mint Kossuth népei. A föld alól, a magyar föld alól, a vértaruk szent lelke így dalol. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá, az apostolok lelke, és Bitófa tövében kell forradalmára érni a magyar lelketnek. Minek fáradt, nincs az a hosszú beszéd, ami elfedné gyalázatukat. A lelki ismeretet tiszta, ez felment téged minden önvád alól. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot. Legyőzted a halált, mert bármikor kész voltál elviselni azt. Azt gondoltam el, hogy én leszek az utolsó, holott a harcban mindenütt én voltam az első. Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazánk szolgálata. Tiszta lelki ismertem van, és az utolsó éjszakámmal is eljött aludni. Istenem, az újkori ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság fele, hogy Krisztusé legyen a szívük, és hazái az életük. Szegény hazám, vége mindennek, Isten büntesse meg hóhérainkat! Milyen különös, hogy Hajnó bíró is keresztény, és te is az vagy. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Lelki ismeretem felzúdult, s lelkemben egy jobbkor utáni vágy ébredt fel. Krisztus keresztje, s a Bitófa orrában. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Jellemző, hogy önök ilyen látványban gyönyörködnek. A világ felesznél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Isten veletek, bajtársak, nem sokára már egy igazabb bíró előtt fogunk állni. Semmit sem tettél volna az életedben. Alázatosan bólunk Istenünk elé, hogy hősé igaz emberé jó katonává tettél. Ma nekem, holnap neked. Éljen a haza. Legyen szabad Magyarország. Szép küldettség megy Istenhez, a magyarok ügyét képviselni. Minket az ellenség tűhős bosszú jött. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért Bító, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlított világot. Esküm-höz és nemzetemhez hű maradtam, nem félek attól a büntetéstől, amelyre ám vár. Amit lehet, megtettél, és tudtuk, ha megbukunk. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parány és új csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Isten
adott szívet és lelket neked, amennyi népünk és hazánk szolgálatáért vádolt. Bármi legyen utam vége, az én többé vissza nem fordulhatok. Amit tettem, katonai, emberi kötelességem volt. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa árvadása. Őszi szélnek búskeserve, egy-egy könny a szentelt helyre, hol megváltott, hősi áron, becsületet, dicsőséget, az aradi 13. Az aradi Golgotára, ráragyog a napsugára, oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csokja, bánat sír a szál az ágon, ott össze csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak enyhe fényed, tűz rá a fényeségre, busz szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvást, békességet, sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmünkben az aradi 13.